Ennél gyakorlatnál sok mindenre kell figyelni, hogy könnyedén és egyszerűen végre tudjuk hajtani. Fontos, hogy helyes technikával és kellő biztonságból gyakoroljunk. Ha tehetjük, akkor ne egyedül gyakoroljunk, főleg az elején, jobb, ha van velünk valaki, aki tud segíteni, illetve sok ismétlés és próbálkozás közben is tud minket motiválni. Először csak próbáljunk meg talpra állni, kihasználva a lendületünket. Figyeljünk, hogy ne segítsük a kezünkkel, és amennyire csak tudjuk, magunk alá húzzuk a lábunkat. Gyakoroljuk a hidalást is. Figyeljünk, hogy a kezünket minél közelebb rakjuk le a fejünkhöz, és ne forduljon ki oldalra a könyökünk. Ezután egy érdekes mozdulat következik, ahol azt gyakoroljuk, hogy minél jobban magunk alá tudjuk majd húzni a lábunkat. Ez egy fontos része a teljes gyakorlatsornak, törekedjünk arra, hogy végig fogjuk a bokánkat, nem segítünk a kezünkkel, és hasizomból dolgozunk, úgy húzzuk föl magunkat. Néhányszor gyakoroljuk, hogy ellökjük magunkat a kezünkkel. Lábunk először felfelé induljon, majd fél körívből húzzuk magunk alá. Ezt követően lehet gyakorolni a teljes mozdulatsort. Kéz nélküli verziónál is ugyanaz az elv, csak ott a fejünkkel lökik el magunkat, amihez a nyakizom megerősítésre van szükség. A következő gyakorlat a kézen átfordulás, ahol fontos, hogy nyújtva legyen mindkét kezünk, a testünk is legyen minél egyenesebb, és a lábakat is törekedjünk nyújtva tartani a fejünk felett. Ahhoz, hogy meg tudjunk csinálni egy ilyen kézen átfordulást, először meg kell erősíteni a vállakat, amit ezzel a rávezető gyakorlattal tudunk elérni. Ezután a sima kézenállást érdemes gyakorolni, figyeljünk, hogy amennyire csak tudjuk, tartsuk egyenesre a hátunkat és a derekunkat, a lábunkat zárjuk össze, és törekedjünk a fejünk felett tartani. Ha ezek megvoltak, akkor lehet kezdeni gyakorolni az átfordulást. Én még egy kicsit el is szoktam lökni magam a talajtól, ezzel látványosabb és gyorsabb lesz a mozdulat. Az egykezes átfordulásnál arra kell figyelni, hogy a kezünket, amin átfordulunk, a vállszélség felére tegyük le, és itt is érdemes lökni magunkat egy kicsit, így nem tapad le a kezünk az átfordulás végén. A szemből átfordulásnál a lendület mellett nagyon fontos, hogy amennyire csak tudjuk, magunk alá húzzuk be a lábunkat. Igyekezzünk nem a lábujjakra, hanem a talpárnákra érkezni, a kezünkkel pedig próbáljuk átlökni magunkat úgy, hogy a vállizmokat végig feszítjük. A biztonság itt is nagyon fontos. Ne add fel a gyakorlást, ha nem sikerül minden elsőre, lényeg a rendszeres és kitartó ismétlés. Invincible.